A tavaly nyári kellemes EV szereplés óta 8 meccsből 5 vereség a magyar labdarúgó válogatott mérlege, az elmúlt négy találkozón 9 kapott gól nulla találattal szemben, Arcspiritó bukás Andorra ellen, amely mindössze másodszor nyert tét meccset, és hát egy elúszó VB már régóta, a kapitány kérdés Kis László trénerre. Szia, Laci, Na most ö, temetni jött és nem dicsérni? Hát nem, az sokkal, sokkal mélyebb problémák vannak itt, mint a temetés. Én már a mérkőzés előtt jóval jeleztem sok embernek, hogy itt valami nagyon nagy balhé készülődik. Senki nem akart nekem hinni. Szerintem a magyar, magy, mai magyar labdarúgás legnagyobb problémája az, hogy legnagyobb problémája is egyben ellensége is a realitás. Igen, És ez azt hiszem, hogy ez egy, ez egy pompásan tömör megállapítás. Ez a realitás hogy a... tükröződött pénteken. De milyen tekintetben tükröződött a realitás? Hát, hogy egy hamis illúziókat kergetünk itt össze-vissza élén a német szövetségi kapitányal. Számomra a legmegdöbbentőbb az volt, hogy nem volt egyetlen egy vezető sem, aki azt mondta volna, hogy állj. Ugyanis a német nagyon jól csinált valamit, csak hát nem, nem, nem úgy jött be, hogy ő gondolta. Ő akar tenni egy gesztust a magyar edzők felé, amikor azt mondta, hogy a négy kupa csapatból nem hív be játékost, hogy a játékosok pihenjenek. Én amikor ezt elolvastam, azt mondtam, hát ez, ez, itt, valami nem, itt valami nem frankó, hát mondom. Uh -huh. Itt ezek a magyar játékosok jó, ha, jó, ha 40 meccset játszanak itt a magyar posványba. A Cristiano Ronaldo meg 80 meccs után elmegy Litvániába és rúg egy kettest, minden szó nélkül, teljesen. Na most a klubvezetők is hibásak, mert ők meg nem mondták, hogy mi, mi, mi meg szeretnénk küldeni a játékost most elmentek ezek a játékosok pihenni két hét és akkor jó, nem a Honvédnál dicsérjük meg Eppelt, ugye? Vagy a, hát a klub jó, vezetőt, hát az hogy persze, hogy meg most ég. volt először. Hát, a a hát, úgy a igen. Na, de te álljon a meg a többiek a nem, igen. Hát meg a menet, hát itt, 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 ez alapvető. Na most ugye ez rosszul sült el, uh -huh. mert amikor én itt ültem már nálad egy pár párszor, és nagyon szépen köszönöm a mostani meghívást is, akkor rengetegszer elmondtam, hogy itt valami nagyon nagy probléma van. Aki ezekben a játékosokban lát valamit, a magyar labdarúgás jövőjét látja, ott valami komoly probléma van. Na no, most, uh, uh, ugye tényleg a német mester taktikai érdemeit a korábbi sikerszériában te elismerted abszolút, Tehát erről is beszélgettünk itt, hogy ami jó volt, az jó volt. De mi történt az ebo óta? Tehát igazából itt most nézzük ezt az edzői részről, van egy alapanyag, és ugye én nem szeretem nagyon azt a szöveget, ami most azért hallható, hogy ugyan már bárki lehet itt az edző, a világ legjobb három ezért ide lehet hozni, nem fog tudni többet kihozni ebből. Én nem gondolom, hogy, hogy ennél nem nagyobb a felelőssége a mindenkor és bármilyen szövetségi és trénernek. Szóval mi történt itt az LB után? Hát ez a hamis kép, ez a hamis illúziókergetés, ez, ez jött most ki, ez, ez igazolódott be most hogy az EB után azt az eufóriát sem tudtuk kihasználni, amit egy, egy viszonylagos jó szereplés, de itt ültem nálad, amikor elmondtam azt, hogy egy 35 napos felkészülés után ez nem volt ö, meglepő az én számomra, uh -huh. ez a, az akkori szereplés, uh -huh. de ez a mérkőzés visszaigazolt, hogy ez a hamis illúzió kergetés, ami itt folyik azóta, az embereket nem lehet becsapni, azért nem mennek ki a meccsre, mert látják, hogy itt, itt, itt valami borzasztó, ami történik. Én én, én se járok meccse sajnos, de tévé minden meccset megnézek, amit tudok. És ö, meg is róttak, az egyik társaság megrót engem, amikor azt mondtam, hogy van itt egy csapat, néztem egy mérkőzést, amelyikből több válogatott játékos játszott, és én azt mertem mondani, hogy hol van itt a 22-ben, nincs egy sem. És abból a másik csapatból, amelyiket én bírálni merészeltem, nem bíráltam, csak elmondtam, hogy nincs egy válogatott sem, abban pedig öt volt. Hát mondom, hol? És, és kikaptak. De várjátok, most azért ott tartunk, hogy uh, um, mégiscsak azt kéne megbeszélni, hogy Ben Stork, uh, hogy mondjam, tehát az ő szakmai tudása és az ő képességei uh, azok mire elegendőek uh, és hol vannak a határai? Ezt ez szerettem volna mondani. Tehát Na, itt er, erre, erre vagyok kíváncsi. Volna bár, bár, ad, 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 tehát először is is szögezzük le, szerinted egy ilyen uh, égés után le kell mondania? Véleményem szerint le. Igen. Tehát ahogy a Sándor lemondott Na most, ha el, abba belegondolunk, hogy mit kapott volna egy magyar edző. Hát látuk, Egervári látuk, Sándor, De, Sándor, de nem, nem csak az Egervári, több, bármelyiket, a, a Veremestők keze mindegyiket, mit kapott. Akkor, Mind. akkor mindenképpen kellett volna mondani, de visszatérek az eredeti kérdésedre. Tehát folytatnám azt, amit elmondtam. Az óriási hiba az a Bernstoknál, hogy olyan, olyan illúziókat kerget, egyszerűen nem képes elhelyezni a fiatal játékosokat egy bizonyos skálán. És olyan előnöket ad fiatal játékosoknak, amik nem szabadnak. Hát azért álljon meg a menet, én nem, ez a, a, a Máquart, nem tudom, mindenkire benne van a gondolat, vagy a, a, bozdulat, amikor a köténybe elvitt az orosz játékos. Hát, Ugye. hát egy 20 kilós futbalistát középpályára betenni, hát azért álljon meg a menet, ez, ez a, csúcs. Na de, de hogy MB1-es mérkőzés, a Mákvártnak valójában van MB1-es meccse, Na de NB1-es mérkőzés nélkül egy nb 2 játékos betenni a válogatóba, hát ez, ez, ez nagyon nagy szakmai blödség kell. Tehát ennél nagyobb szakmai blödség nincs. Hát olyan, olyan, hát már egyszer eljátszott egy kocsis nevezetű játékossal, aki most duna Igen. Nem, nem tudom, hogy játszik-e, azt az az is hát. be akarta tenni a válogatóba, de azt végül is nem tudta betenni. Uh -huh. De, de én, 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 én sokkal súlyosabb dolgot mondok ennél. Ez az ember, ez lenézte az ellenfelet és a magyar labdarúgás helyzetében ezt senki nem teheti meg. Ma nincs a világon olyan csapat, aki ellen a magyar válogatott, a tuti siker reményével veheti fel a harcot. És ha az ember megtette, azt mondta, hogy majd ezekkel is megverem. Hát nem. Ezek a játékosok ennyit tudnak. Ez az egész válogatott úgy nézett ki, mint egy paraszt csődület a bármelyik MB3-as megyei másodosztályú mérkőzésen. Itt fogalma nem volt senkinek, hogy mit kell csinálni és ez az edzői baja. Hát ezt mondom, tehát ráadásul ugye az van, hogy van egy mérkőzés, amiközben az edző változtathat, illetve szünetben is változtathat. Na most a változtatást, mondjuk én a szünetetlen legfeljebb abban láttam, hogy fejleszegve elindult én. rendre előre Zsuzsák Balázs, és 5 méter után belebikázott egyet és felívelte. Így, így ez történt. Jól látom. Mit, mondott az, mit mondhatott az edző a szünetben? Nem, nem tudott mondani semmit, mert ugyanolyan, ugyanolyan, kábulatban volt, mint a mezei a uh -huh. Ilyen helyzetben egy edző Főleg, amikor, amikor ő is szembesül azzal, hogy azok a játékosok, akiket ő favorizált, ilyen borzalmas gyenge teljesítményre képesek, akkor rájön arra, hogy hoppá, itt, itt emberek vagyunk mindannyian, rájött arra, hogy itt, itt ezt nem lehet megnyerni. Ő ezt tudta az első félidőben. A gól után én láttam az arcát, amikor neki támaszkodott a, a, a kispannak. Láttam az arcán, hogy az embernek fogalma nincs, hogy hol van. De itt ebben még még súlyosabb dolgokat szereték mondani. Hát a 20, 21 éves válogatott, az is ő felügyeli ő az összes csapatot, sehol, sehol, le, semmiféle eredmény nincs. Na jó, hát most mindenki a Szélesi Zoltán csapatról beszél. Miért? Hát ott mi, 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 milyen, mi, mi, miért? Hát nincs egy épkezel a köztek. Aki egy, egy tizen, és nagyon jó írást olvastam valamikor, lehet az Egri Viktortól, aki itt előttem ült, hogy mit szóltak most a Salzburgnál, hogy egy 17 éves, a náluk még az első csapat közelébe se került játékos, a magyar válogatott kispadján ül. Ez olyan, mint amikor a Filkor beengedték a magyar válogatottba mindenféle mérkőzés nélkül, és utána visszament az Interhez, és leült a figo mellé az öltözőbe. És bemutatkozott, hogy én Filkor Attila vagyok. Magyar válogatott, Magyar válogatot, a El tudod képzelni ezt a hatást? Ez ez olyan döbbenetes hatást váltott ki az emberekből, hogy a Filkor el is tűnt a futballszámára. És ez a korosztály is eltűnt. Igen. És ez a korosztály is el fog tűnni. Na most visszatérve arra, hogy nincs a világon edző, aki ebből a garnitúrából jobban tudna kihozni, de van-e? Hát ennél biztos, hogy van jobb garnitúra. 1000 A bennünket láttuk, persze. meg én, én nem vagyok ennek itt, szerintem van edző is, aki többet ki tud hozni belőle nyilván. Nem? Ha ha ezekkel dolgozik. Hmm. Tehát ezekkel nem dolgozott? Hát ezekkel nem dolgozott. Ezeket csak ismert a pályákról, egy-egy pársikat a vágodba, de az, az kevés, az, az nagyon kevés. Ő azokat ismeri, a gerályékat, akiket hívott Európa Európabanosságban, de azokat meg félretette valamilyenokból. Hát itt a, a, a ugye teljesen jogos kérdés, hogy mi az, hogy egy futács, mi az, hogy egy nikolics szóba sem tud kerülni egy magyar válogatottba. Hát álljon meg már, mert az egyik vezeti az amerikai... Golő a, a másik meg a horvátot megnyerte. Hát azért az mégiscsak rang, nála nem. Na most itt, ami a borzasztó, és visszatérve a legelső gondolatomra, hogy itt a vezetőknek a felelősségét kell. A vezető hát, felelősségét is firtatni kell, igen, mert akik, azok hát, a vezetők, akik ezt megengedték, azok álljanak fel és mondják meg, hogy hibáztunk. Mert és ez egy borzasztó nagy hiba volt. És most mit tegyenek? Most pedig azt mondják, hogy uh, uh, Danke schön auf Wiedersehen? Én nem vagyok arra hivatott, hogy én ítélkezek egy ember fölött. Ezt meg kell tenni saját magának, vagy egy másik közegnek, abba a közegbe, amelyikben hát a én is dolgozik. De ezek után, ezek után szídni a magyar edzőket, mert ugye sajnos én, csak, én már csak olvasom, mert nem járok meccsre, tehát kerülöm a közeget. De ezt, amit a magyar edzők kapnak, legalábbis azok, azon része, aki, aki proliszences, pro azt nem érdemlik meg. Hagy mondjam el neked. Én már itt nálad is sokszor elmondtam, hogy teljesen méltánytalan az a támadás, amely magyar edzőket éri. Belép a magyar edző az öltözőbe, abba a pillanatban elveszett. Abba a pillanatban elveszett. A mi érdekény, érvényesítő képességünk egyenlő a nullával. Én itt most találkoztam kint egy tanítványommal, aki nálam 17 évesen 38 meccset játszott mb 2 Nem is rosszul. És mondom neki, amit mondok. És most azt mondja, hogy lehet, hogy ezt kellett volna tenni. Akkor, amikor kellett volna mellém állni, a, például az edzőkérdésbe, edzőképzés kérdésbe, akkor nem árt velünk senki. Most meg olvasom, hogy egy német van a magyar edzőképzés élén. Hát nincs közöttünk egy se, nincs közöttünk egy se, aki ezt a feladatot el tudja látni. Nem hiszem el. Azt mondd meg végül, hogy szerencsés megoldásnak tartanád el, hogyha, hát ugye ennek ezer oka lehet végkielegítés, stb., hogyha a szövetségkapitány nem maradna szövetségkapitány, de maradna szakmai igazgató. Na, ez semmiképp nem. Ez, ez, ez egy, ez egy felemás megoldás. Nem. Tehát vagy, vagy, ő, vagy, vagy, vagy megy, vagy, vagy marad. De, de. Ha marad, akkor olyan tábort kell köréteni, itt nincs az, hogy azt csinál, amit akar. Tehát ezt meg... a fajta sejthető egyeduralmat vissza kell venni. Vissza kell, hát ezt, ezt vissza kell venni, mert ez ide, ide, vezetett, uh -huh. ide vezetett. Hát egyik az, hogy egy ember ennyiféle munkát nem tud egyedül koordinálni. Nem tud koordinálni. Uh -huh. Kettő. Ha mindenhova a saját embereit ülteti, ott senki nem fogja neki azt mondani, hogy állj meg, ez nem jó. Uh -huh. A harmadik belterjes lesz minden, mert csak azok a játékosok forognak, akiket ők meghívtak. Ezért nem kerül be a futács, ezért nem kerül be a Nikolics, mert ők, mert, 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 mert ők futtatják. Uh -huh. A negyedik, és ez a legfontosabb, hogy a vezetőknek és nincs semmiféle képük, nincs más képük a futballról, csak az, amit ott látnak, és az lehet, hogy nagyon szép, nagyon tetszik, nagyon jó. De a szakma, és én például én öt perc alatt meg tudom mondani, hogy mi lesz itt, mit fogok én látni. Én szombat óta, vagy péntek este óta keresem a szavakat, keresem a helyem, órákhoz sétálok a lakásba, mi az istent kellene itt tenni. Én, én tudom, hogy mit kellene tenni, azt nem fogom elmondani, mert akkor megint megcsinálják, és akkor én abból kimaradok. De higgyétek el nekem, vagy hidd el nekem, hogy ez a magyar futball bele lett lökve most a sírba ezt a magyar futballt mi edzők, mi magyar edzők és magyar vezetők tettünk tönkre. Adja meg a jó Isten, hogy ezt mi vezessük ki innen. Köszönöm szépen, és hát akkor barátkozzunk meg a legnagyobb ellenséggel a realitással. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a